Nem mindennapi utazásra csábítja az olvasót a Szatmár legvarázslatosabb helyeit bemutató új könyv. A kiadvány a térség természeti, épített, irodalmi és gasztronómiai értékeire helyezi a hangsúlyt. A bemutató a Vízvilág napjára esett, hiszen a Túr, Tisza, Kraszna szamosölelésében fekvő szatmári térség tájait és mindennapjait jelentősen meghatározza a víz közelsége. Nagyon nagy kihívás volt, és egy nagyon jó csapat jött össze ennek a könyvnek a szerkesztésében. 56 települést mutat be, mint egy 317 képben, illetve 187 oldalon. Vizuálisan egy nagyon nagy kihívás volt, hogy ezeket a szép értékeket be tudjuk mutatni. Ez egy helyi csapatmunkának a gyümölcse, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ebben a csapatban is észrevehettem. A térséget népszerűsítő könyvet a Líder Közhasznú Egyesület működési költségeiből megmaradt forrásból készítették. A 187 oldalas kiadvány, mely elsősorban képanyagában nyújt felejthetetlen élményt, minőségében és megjelenésében is méltó módon mutatja be Szatmár rejtett kincseit. Az is cél volt, hogy egy olyan kiadvány készüljön, amely angol nyelven is tájékoztatja a térség iránt érdeklődőket. Így sikerült ezt a könyvet, ahogy képviselő úr is elmondta, helyi szerzőkkel, helyi fényképekkel, fényképészekkel elkészítenünk, tehát azt lehet mondani, hogy nem kellett igénybe vennünk úgymond külső segítséget, és mindenki önként saját tudását, értékeit, fényképeit, mindent beleadott ebbe a könyvbe, tehát azt lehet mondani, hogy mindenki ingyen és a térség érdekében dolgozott, hiszen nekünk az volt a célunk ezzel, hogy megmutassuk azt, hogy milyenek vagyunk, milyen értékek találhatók itt, és igen, ide érdemes eljönni hozzánk. A könyvet elsősorban az önkormányzatokhoz fogják eljutatni, de természetesen minden Szatmár lídertag, valamint a közösségi könyvtárak is kapnak egy-egy példányt. A Szatmár rejtett kincsek nyomában című kiadvány elektronikusan is elérhető a Szatmár Bereg Turizmus és a Szatmár Líder honlapján. Az Egyesület a későbbiekben tervezi a könyv újranyomtatását is.